Az áldás népesség mozgalom története 2004-ben kezdődött, ötletgazdája Csíp Sándor, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének volt elnöke. 1975-ben forgatta Egyetlenem című filmjét, melyben Kalotaszeg egykézését, csak egyetlen gyermekvállalását vette górcső alá. A 20. század magyarság a népesedési mutatók tekintetében zuhanó pályára került, számbeli fogyatkozásunk a Kárpát-medencében drámai méreteket öltött. Mindez arra készteti a felelősen gondolkodó magyar közéletet, az egyházakat, intézményeket, civil szervezeteket, iskolákat, tudományos műhelyeket és gazdasági szakembereket, hogy a tudományos igényű helyzet felmérésen túl a lehető legszélesebb összefogást keresve tekintet nélkül pártállásukra olyan cselekvési programot készítsenek, mely nem csupán a fájdalmas demográfiai helyzetünkre tekint, hanem a sorvadás mélyén húzódó bajokat akarja orvosolni. Ebben a munkában vállal szerepet az áldás népesség mozgalom, de mielőtt az új projektjükről számolnánk be, nézzünk meg egy rövid részletet Csíp Sándor filmjéből. Édesanyám rózsa, aki velünk tart ezen a hosszú, néptelen utcán, az megérti, miért borzong belém egy lehetséges mese, amit 100 vagy 200 év múlva fog valaki elmondani. Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy Kalotaszeg. Nagyon derék, dolgos emberek lakták ezt a tájat. Annyira, hogy javarészt két műszakban dolgoztak. A nap egyik felét a közeli városok gyáraiban, a másikat otthon a gazdaságban vagy a mezőn töltötték kemény munkával. Szerették a bőséget, szerették a szépet, a szép házakat, szép ruhákat, bútorokat. Kőfaragásban, házépítésben, szövésben, varrásban, hímzésben nem is volt párjuk. Úgy annyira, hogy messze földről is csodájukra jártak az emberek. Egészségesek, erősek, gazdagok, szépek voltak. De ha ennyi jó tulajdonsággal rendelkeztek, akkor miért csak voltak? Kérdezheti majd, és akár most is a hallgató. Talán azért, mert ennyi minden mellett a gyermekek szeretetére már nem maradt elég hely a szívükben. Bár ne a próféta beszélne belőlem, bár ezt a mesét soha se lehetne elmondani, bár ezt a filmet se kellett volna soha se elkészíteni. Van testvére? Nincs. Miért? Nincs. Szeretnéd, ha lenne? Nincs. Hányat szeretnél? Egyet. Testvéred van? Nem, meg volt. Mekkora volt? Gyász, már iskolába. Van testvérké? Nincs. Szeretnéd? Igen. Hányat? Egyet. Miért nincs testvérkét? Nem. Van testvérkét? Van. Hány? Egy. Szereted? Igen. Szeretnéd, ha még lenne? Igen. Anyukád is szeretné? Nem. Mondta neked? Igen. Mit mondott? Nem szeret. Téged szeret? Nem. Honnan tudod? Mondta nekem. Mondta, hogy nem szeret téged? Igen. Valami rosszat csináltál? Nem. Nem csináltál rosszat? Mégse szeret? Te jó kislány vagy? Igen. És mégse szeret? Biztos vagy benne? Igen. Látom, vett neked szép táskát, szép ruhát. Akkor csak szeret. Nem szeret. De te szereted? Igen. Van testvéred? Nincs. Miért nincs? Nem.
Nem tudom. Te szeretnéd? Szeretném. Anyukádéknak mondtad? Igen. Ők mit mondtak? Hogy volt Kalosbács? Hányan voltak? 80 voltunk mi testvérek. Azért mindegyinek volt, mindegyinek volt kenyere, mindegyinek volt kenyere. És a mostani, kérem szépen, nem. Mostani fiatalsága, mostani generáció, csak egy. Ha fiú van, akkor még merészelnek egyet. De ha a lány van, akkor már nem nagyon. A lánya sok baj van. Ugye a fiú, ahogy már nő egy kicsit, mindjárt keres. De a lánynak aztán sok ruha, sok rölemű, butorok, mindenféle, rengeteg. Két lány nagy csapás, nagy. Tönkreteszi a szülőt, az tönkreteszi a szülőt. Mondom, mi 80 voltunk, tessék, 80 voltunk. Magának hányan? Nekem egy. Miért? Hát nem volt több. Akart többet? De ott nem beszélünk ilyesmit, nem beszélek most. Miért nem beszélünk ilyesmit? Kaló néni, hány gyerek van a háznak? Hát ez a kis fiúcska. Mondja, miért nem lett több? Nem hozottam gólya. Miért nem engedt, hogy leszálljon itt a gólya kéményre? Egy is elég volt, örömnek is, bánatnak is. 5 év után született nekem is a fiam. 5 kilós volt. De élet és halál közt voltam. Lejött a bábasszonsra, hasonra tévdár. Azt mondtam, hogy többet nem is fekszek férfi mellé, csak még egyszer szabaduljak. Egy után kérem szépen, csináltunk. Házat csináltam, kocsit vettem a fiamnak, motorbiciklit, kocsit, bivajt veszek, minden. Munkám után, kínom után. Ha lett volna 3 gyerek, akkor nem jutott a kocsira. Nem lett volna 1300-as Dacia. Igen. És motorbicikli, 12 000-es MZ. Hát a fiam is megáll a lábam, már jól keres. 3500 lelek vannak havonta, szerelő lakatos. De mégiscsak én. Ő teszi a pénzt becsekbe. De szeretik, hogy még most is én adjak. Az Állás Népesség Egyesület elnökét és ügyvezető igazgatóját, Simon Csabát és Varga Mihály Mártont köszöntöm, jó napot kívánok, szervusz Marci, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Szervusz, köszönjük a nézőket. Szívszorító hangulatú ez a film, így ahogy újra néztem ezt a pár képet. Hát nem ezzel kezdjük, nem a deficit tudatával, hanem azzal, hogy ebből ki lehet lábalni. Az Egyesület sok éve dolgozik ezen. Tudatos építkezés látok abban, ahogyan a különböző programok összeállnak, egymásra épülnek. Elnök úr, mondjon el néhányat. Az Egyesület 2006-ban került bejegyzésre, Csép Sándornak az ötlete, amely 2004-ben indult, mint mozgalom. Hát nagyon sok projektünk volt, ami a gyerekvállalás meg a demográfia szólította meg Csép Sándornak az ötletét. A legfontosabb, mint 2010-ben indítottunk el, a harmadik királyfi meg királylány projektünk volt. Ez a harmadik testvér iránti szeretetről szólt, és különböző korosztályú gyerekeknek volt meghirdetve, mint irodalmi pályázat. 5-8 osztályjal kezdtük, 9-12, 1-4 osztály, és végül az ovisoknak volt ők csoportoson, kellett készítsenek kisfilmet a harmadik testvérről. Ugye mennyire más lett volna a helyzet a filmben és az előbbi kisfilmben, hogyha van egy testvére, a kisfiúnak nem kell ott egyedül sírdogálni az Igen, de pont például. Azért szívszorító, ugye, mert hogy régi felvétel, ugye a régi technikának a karcai nyomai látszanak rajta, de a távolság az mégsem érezhető, mert hogy a probléma, ahogy Csép Sándor annak idején mondta, hogy nem jósként szól, de hogy mégis ugyanabban a vödörben, vagy most már nagyobb edényben. Igen, végül is hát az Egyesületünk akkor
Hát ezt tűzte ki ugye veszőparipájául, ezt a, van egy nyilvánvaló demográfiai hullámvölgy, amiben van az egész Kárpát-medence, nem csak a magyarság, vagy nem csak Románia, nem csak az erdélyi magyarság. Bár az utóbbi időkben talán ez egy kicsit úgy látszik, hogy mérséklődött, ugye a számokat tekintjük, akkor amikor ez a film készült, még 1.700.000 magyar élt Erdélyben, aztán 92-ben, hogyha figyeljük, bárhol elérhetőek ezek a számok, már csak 1.400.000, aztán ugye jött a nagy kivándorlás Magyarországra, aztán 2000-es évek, aztán az Európai Unió megnyitotta a határokat még inkább felénk, és munkavállalás, és akkor most olyan 1.200.000-en vagyunk itt Erdélyben. Ellenben most úgy látszik, ez egy picit lelassult ez a folyamat, illetve hogy ez az úgynevezett TFR tudományos szakszóval élve, ez a Total Fertility Rate, ez 1,25-ről, ami 92-ben 1,25 volt, az most olyan 1,45 környékén, hát még mindig 2,1 alatt, ami azt mondja, hogy akkor stagnál egy társadalom, se nem szaporodik, se nem fogy. Ez még mindig alatta van jócskán, ellenben, hogyha azt nézzük a Kárpát-medencében, akkor elég jól állunk. Nos, hát ugye mi ezt mondjuk reggel, nappal, este, és nem csak mondjuk, hanem azért tettünk is tényleg, amint mondta Csaba is, a harmadik királyfő vagy királylány, pont ennek a filmnek kapcsán a 41-etlen nem című pályázatunk, amire filmek érkeztek, az Erdély Figyelőnek a nézői láthatták a díjnyertes filmeket. Azért is említem ezt meg, mert most, ugye Csaba mondta, tehát terjeszkedtünk, különböző korosztályokat próbáltunk lefedni. Aztán most egy kicsit így területileg is kiterjesztettük, és azt mondtuk, hát hogy Kárpát-medence. Kárpát-medence, igen, akkor ezt most meghirdettük a tavasz folyamán, Kárpát-medence, de hát az egész világból magyarok pályázhattak. Ezután nevő Kárpát-medencében, de... Igen, most az 5-8 osztályosoknak volt meghirdetve, épp most a zsűri dolgozik a kijavításokon, nagyjából megvannak már az eredmények, mondhatjuk azt is. És akkor ez részbe ér, erről tudnak mondani valamit? Hát nem mondanák el, azt hiszem a nyerteseket hát még nem mondanák el. Július 21-én tartjuk meg a diátad ünnepséget, a Sapiencián, majd oda szeretettel várunk mindenkit. Különös tekintettel arra, hogy az Erdély Figyelő ugye média partnere az eseményünknek, illetve az egész programnak. 300 eurós külön díjunk van, úgyhogy a önök részéről, de elég szépek a úgymond a díjak is, mert az első díj 800 euró, második 600, harmadik díj az 400 euró, és vannak a regionális díjak, mivel érkezett pályázatunk Délvidékről, Magyarországról, Németország, Kárpátaljáról is. Kárpátalja, felvidék, igen. Kettő vagy három, és ott is külön 300 eurós díjaink lesznek. És akkor szervesen illeszkedik ehhez a projekt csomaghoz, az Én is szeretnék gyereket, és akkor erről beszélgessünk, hogy pontosan miről szól, milyen feltételek vannak, mi az, ami... Úgy gondolom, hogy egy kicsit révbe ért most már ezzel. Szépek ezek az irodalmi vetélkedők is, a filmkészítés, újra átgondolni, filmben átgondolni mindezeket, ami történik velünk, ezeket a folyamatokat, demográfiai folyamatokat, de talán azt hiszem ez a leggyakorlatilasabb programunk, ez a támogatásunk igazából a társadalom fele, ugyanis itt konkrétan arról van szó, hogy azok a bizonyos fokú meddőséggel, vagy különböző fokú meddőséggel küzdködő erdélyi párok, akik hozzánk pályáznak, azoknak azt a több ezer euróba kerülő in vitro költséget jóvá írjuk. Itt erről van szó, igazából klinikákkal is szerződtünk, illetve hát nőgyógyásztól elkezdve pszichológuson keresztül mindenkivel együtt dolgozunk. A lényeg a pályázatnak az, hogy itt nincsenek ilyen online felületen kitölthető, beküldhető, személytelen dolgok, bejönnek hozzánk, szeretnénk személyes kapcsolatot, szeretnénk találkozni ezekkel a párokkal, akik a segítségünket kérik. Épp azt fogalmazódott meg ma bennünk, hogy 2018-ban nem hiszen, tehát nem kellene történjen olyan, hogy valakinek amiatt ne lehessen gyereke, mert nincsen 5000 eurója, vagy nem tudom mennyi, amennyibe kerül egy ilyen kezelés. Egyébként... Hát elviekben 10000 lej, mondjuk, ez nyilván, hogy egy relatív érték. Ez nagyon relatív, minden relatív. Egy olyan szám, ami a különböző szakmai anyagokban jelen van, de nyilván, hogy ez nem tartalmazza a plusz költségeket, és feltételezem, hogy abból rengeteg van. Tehát teszem azt, hogy van egy olyan pár, ami ezzel küzd, rászánja magát, megkeresi önöket, elmegy hozzátok, és akkor mit tudtok kínálni? Tehát ez konkrétan hogy fog kinézni? Értékjegyet kap, konkrétan pénzt, azt nem pénzt. Mi a lefutása ennek a dolognak? Konkrétan, hogyha jelentkeznek nálunk, akkor nekünk van egy szerződésünk az
itteni nőgyógyászati klinikával. Egyikkel, nem mondok neveket, most gondolom persze, nem, több nem szabad, mert van, több intézmény van. Is jól föl, igen. Annyi, hogy az első úgymond kivizsgálásokat azt el kell végezze a pár. Szóval ez pár száz lejtett, hogy pár nem száz egy... Lej. Mi a kórháztól megkaptunk egy adatbázist, ami szerint ők majd átnézik és meg tudják mondani, hogy hát a bizonyos vizsgálatok után érdemes-e foglalkozni ezzel a projekttel, vagy nem. Tehát vannak leletek szükségesek, ugye most el nem tudnám mondani, egy az orvos leküld a szakorvos, és hát akkor ez ennyi milligram, az annyi, nem tudom mi legyen. Tehát egy, ezeknek meg kell felelni először is tehát a pszichológusi szűrő, aztán az orvos, aztán beszélget velünk, lássuk, lehet, hogy óriási túljelentkezés lesz, egyelőre ez egy mintaprogram, ezt is azért mondjuk el, 25 és 35 év közötti pároknak szól. Nyilván szeretnénk bővíteni, úgy néz ki, hogy ezt a pénzt, amennyire összekuporgattuk, még lesz. Lehet, hogy lesz nagyságrendekkel, lesz több, és akkor bővítjük nyilván 40 évig, illetve hogy lássuk. Tehát kik azok, akik eljönnek hozzánk, és eldöntjük ugye a szakemberekkel, akkor ki az, aki inkább rászorul, inkább nem azt akarom mondani, hogy megérdemli, mindenki megérdemelni, ki az, aki inkább tényleg rászorul a segítségünkre. Tudnálok esetleg számszerűen néhány adatot mondani. Ugye, tehát annyit lehet tudni, és akkor hadd tegyük ezt is hozzá, hogy a román állam is támogat ilyen jellegű projekteket, hogyha jól tudom, amit legalábbis 2017-ben a román állam támogatásáról, hogy épp a fiamnak ki kell fizessem a himlő oltását, meg a hasonló oltását, annak ellenére, hogy ugye fizetek egészségügyi biztosítást, mert hogy nem érkeznek meg az oltások. Ugyanakkor ugye mennek ezek az oltás, pro-oltás kampányok, hogy miért nem oltatod be gyereket. Hát azért, mert például nincsenek oltások, úgyhogy ennyit például az in vitro programról is, van is, nincs is, elérhető, annyit nem érhető. Annyit tudja róla, hogy 6100 dollárral támogatják azt, aki erre jogosult, kb. 835 esetet tudnának lefedni, ugye ezek relatív számok, és ez kb. A 10%-át jelenteni azoknak, akik 835 Romániában. Igen. Ilyen gonddal küzdködnek. Egy társadalomnak 15%-a kb. Küzdködik meddőséggel, hogyha azt veszük, hogy 19 millióan vagyunk, vagy nem tudom hányat szeretnének a statisztikusok, hogy hányan legyünk, vegyünk 15 milliót, igen, akkor is ugye nem 800 párról beszélgetünk. Itt. Gondolom, hogy valamilyen szinten modellezték, hogy milyen aportja lenne egy ilyen projektnek. Nézd, a modellezés az úgy van, hogy igazából ez a pénz is nagyjából arra volt számva, hogy nem a pénzre kutatásokat... gondolok, hanem tehát hogyha a Lombik Baby projekt ugye működne, akkor hipotetikusan milyen arányban nőne mondjuk az erdélyi magyar lakosság. Ja, nyilván, hát ezen gondolkodtunk, illetve hogy szakembereket is megkérdeztünk. Hát most általában ugye azt is tudjuk, hogy ahol Lombik Baby, tehát ilyen módszert választanak arra, hogy gyerekük lehessen, általában kettő lesz. Ez eleve nagyobb szaporulat, mint azoknál, ahol például természetes módon születik egy gyerek. És ha veszünk, nem tudom, vehetjük, kiszámolhatjuk, ugye matekozhatunk, hogy 50 000 pár, vagy 10 000 pár, akkor annak hány gyereke lesz, és ez hogyan szaporodik, hát ezt végzik ugye a statisztikusok. Rettenetes nagy szaporulatot jelenten egyébként. Hát megnézzük például más országoknak a példáját, Izraelnek a példáját akár, ahol 100 000-es nagyságrendben születtek Lombik Bébik, akkor tényleg elszomorodhatunk, hogy nálunk ezek a programok nem működnek, és igazából talán nem is a mi dolgunk lenne, nem is a civil szervezetek dolga lenne, de hogyha más nem csinálja, akkor nyilván valaki de kell. De az igen, hogy fölhívja a figyelmet is, hogy segítsen ebben a történetben. Hát urak, nem marad más hátra, mint hogy nagyon sok sikert kívánjak ehhez a dologhoz. Figyelemmel követjük, és azok, akik ebben gondolkodnak, ezzel küzdenek, keresik az áldás népességet, és jelentkezzenek rá. Mi köszönjük, hogy népszerűsíti az Erdélyi Figyelő a programunkat, és tudják, a főtéren vagyunk, főtér 23 szám alatt be lehet jönni, lehet velünk beszélgetni, lehet pályázni, úgyhogy mindenkit szívesen várunk, aki rászorul. Köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehettünk. Így legyen.